Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Szedlacsik Miklósnak hívnak. Én leszek a mai este előadója, amely két részből fog állni. Az első rész, hát egy durván valamivel több lesz, mint egy órás. A másik pedig rá negyed óra múlva kezdődik, és egészen fél tízig tart, közte lesz egy szünet. Megkérek mindenkit, hogy jegyzeteljen, arra is megkérek mindenkit, hogy a mobiltelefonját kapcsolja ki. Köszönöm szépen, ha még esetleg nem tette meg. Magamról egy-két gondolat. Én Budapesten élek családommal, feleségemmel, most már több mint 30 éve vagyunk házasok, és elmondhatom, köszönöm, elmondhatom azt, hogy boldog családi életünk van. Ez nem volt mindig így, de a tudásnak köszönhetően sikerült ezt elérni. Van két fiú gyermekünk, akik még velünk élnek, akik ott voltak most a rendezvényen, ugye közelebbről is megismerhették őket szombaton. 1987 óta, tehát 1987 óta foglalkozok emberekkel, 91-től dolgozom csapatban, 93-tól vezetek, irányítok embereket, illetve tanítok embereket. Volt szerencsém több százezer embernek elvinni valamilyen életjobbító lehetőséget a csapatommal a vezetésemben, és több tízezer ember képzésében részt venni. Ezt szerintem nem fogják látni. Hát ezt nem. De most már minden igaz, akkor igen. Jó. Így mindjárt más. És egy olyan dologgal foglalkozunk, ami világviszonylatban teljesen egyedülálló. De nézzük meg, hogy mivel is foglalkozunk. Használom ezt a technikai eszközt. Tehát van nekünk egy cégünk, de még mielőtt arra rátérnék, szeretném megkérdezni, hogy ön szerint, tehát ön mit szeretne a hátralévő életében? Tehát a hátralévő életében. Tehát önnek van választási lehetősége, ugye az ember szabadabb akarattal rendelkezik, és van választási lehetősége. Most akkor gondolkozzon el azon, hogy melyiket szeretné elérni, a vágyait, vagy elveszíteni. Ki az, aki elérni a vágyait? Oké, köszönöm. A nyertesek közé akar tartozni, vagy a vesztesek közé? Nyertesek közé? Oké. A családjával tölteni az időt, vagy esetleg a főnökével? Ki az, aki a családjával szeretne? Jó. Készpénzre akarná megvásárolni bármit, amire vágyik, vagy adósságból szeretne vásárolni? Ki az, aki készpénzre? Oké, köszönöm szépen. A gyerekeire szeretné költeni inkább a pénzét, vagy majd gyógyszerre? Ki az, aki a gyerekeire? Oké. Elégedett nyugdíjasként szeretne inkább majd élni, vagy ingyen konyhán sorban állni? Ki az, aki inkább elégedett nyugdíjas szeretne lenni? Az unokájával önfeledten játszani majd, hogyha sor kerül rá, vagy orvosi rendelőben várakozni? Ki az, aki inkább a gyerekével szeretne önfeledten játszani majd? Vagy az unokájával, akarom mondani. Oké, szuper, akkor jó helyen vannak. Miért is? Nézzük meg. Mert ezeket a Problem Prevention Holding, ahogy jobban tetszik, PPH az egyetlen szervezet, ahol ezeket biztosan elérheti. Amit a PPH nyújt 22 éves magyar szervezetként, egyedülállóan 4 különböző terület piacvezetői tapasztalata alapján teszi. Tehát 4 területen lettünk piacvezetők, jelenleg is 3 területen piacvezetők vagyunk, úgyhogy 2-t nem is csinálunk. És mégis piacvezetők vagyunk, azon a területen is. Úgyhogy elég nagy eredményeket értünk el a múltban, és amit csinálunk, azt 2 éve kezdtük,
és piacvezető pozíciót töltünk be benne. Egy olyan új és teljesen egyedülálló lehetőséget nyújtunk, amely nagyon nagy hiányt tölt be az emberiség életében. Szeretném megkérdezni, hogy ki az, aki nem elégedett azzal, amifelé megy a világ. Oké, hát akkor ellenpróbát nem kell csinálnom. Haladjunk tovább. Tehát nem vagyunk elégedettek, amifelé megy a világ. Hát lassan mindenkinek be kellene látnia, hogy a 21. század felgyorsult világában csak az élhet tartósan boldog életet, aki képes az élethelyzeteit helyesen kezelni, a problémáit megelőzni, illetve megoldani, az elég pénz teremtésére, és ezekhez másokat is hozzá tud segíteni. Ez gyakorlatilag ez egy szabály, tehát nem lehet úgy boldog életet élni, hogyha az ember nem képes az élethelyzeteit helyesen kezelni, nem képes a problémáit megelőzni, vagy megoldani, nem képes az elég pénz teremtésére, nem úgy pénzt szerezni, mint ahogy sokan szereztek, hogy mások kárára. Tehát a mai Magyarországon élő gazdagoknak a jó része az mások rovására gazdagodott meg. A PPA-nak van két szolgáltatása. Az egyik a Nyílt Akadémia, amely egyedig nem terjesztett, eltitkolt tudást és teremtő képességeket nyújt. Eltitkolták az emberek elől a tudást, mert ha az embernek van olyan tudása, hogy képes az élethelyzeteit helyesen kezelni, akkor jól érzi magát a bőrében, és mondhatni azt, hogy boldog. Tehát egy olyan ember, aki képes az élethelyzetét, minden élethelyzetét kezelni, az egy boldog ember. És ha valaki nem képes, minél több élethelyzetét nem képes kezelni, és minél több problémát nem képes kezelni, annál boldogtalanabb az ember. Na most az ember úgy működik, hogy minél boldogtalanabb, annál több problémát gerjeszt a saját életében, annál több problémát gerjeszt mások életében is, akikhez kapcsolódik, akihez tartozik, vagy akivel, akire befolyással bír. És ráadásul minél boldogtalanabb az ember, annál könnyebben manipulálható. Mások által természetesen. Meg mondjuk a média által. Tehát föl is lehet mérni, hogyha valaki könnyedén manipulált, tehát egy manipulált ember, biztos vagyok benne, hogy tele van az életében problémával. A PPH közvetlen szolgáltatása, tehát nem a Nyílt Akadémia milyen keresztül, egy díjmentes szolgáltatás, egyedülállóan kiemelkedő és azonnali pénzteremtés. Ki az, aki nem elégedett a jövedelmével? Kezeket? Most egy kérdés, hogy nem teszem föl kérdésként, de megkérdezhetném, hogy ki az, aki hajlandó, de nem kell föltenni a kezet. Ki az, aki hajlandó tenni azért, hogy elégedett legyen a jövedelmével? Jó, akkor mégiscsak. Mégiscsak. Oké. Okay. Hát ennek én nagyon örülök, de szaván fogom. Jó? Szaván fogom. A Nyílt Akadémia és a PPA közös küldetése, nézzük meg, hogy micsoda, kihozni az emberekből a legjobbat és a legtöbbet. Tehát a legjobbat és a legtöbbet. De nem a PPH fogja kihozni az emberekből közvetlenül a legjobbat és a legtöbbet,
hanem a PPH-ban dolgozó, PPH-val együttműködő, inkább úgy mondom, partnereink hozzák ki az emberekből a legjobbat és a legtöbbet. Átadni az embereknek azt a tudást és azokat a teremtő képességeket, ami által az emberek képesekké válnak a problémáik megoldására, megelőzésére, továbbá, hogy szeretetben, békében és boldogságban éljenek. Elhozni tehát a bolygónk számára az aranykort. Az aranykor azt jelentené, hogy az emberek szeretetben, békében és boldogságban élnek. A Nyílt Akadémiának is van két szolgáltatása, amiket a lehető legkedvezőbb feltételekkel nyújt. Egy teljesen új szakterületet nyújtunk. Egy hivatást. Ember és életjobbító coach hivatást. Ennek a rendszeres képzését nyújtjuk. Tehát mi az, hogy coach? Azt jelenti a coach, hogy ember és életjobbító a mi értelmezésünkben. Egyébként azt jelenti, hogy edző. Edző. Mondhatnánk azt, hogy személyi edző, de ezt valahogy vagy a sportban használják, vagy a fitness termekben használják, hogy személyi edző. A coach ennél több, mint személyi edző, mert nem a fizikai állapotot edzi, hanem a szellemi állapotot edzi. Tehát a coach a szellemnek, a gondolkodásnak, a tudatnak az edzője. Oké? Tehát nem a fizikumnak az edzője, hanem a szellemnek, a tudatnak, a képességeknek az edzője. A másik szolgáltatása a Nyílt Akadémiának, tudatosság fejlesztő rendszeres rendezvények. Például, amin most vannak. A Nyílt Akadémia coachingei által és a vezetők segítségével egyedülállóan megtanul helyesen bánni önmagával. Fontos, hogy az ember tudjon bánni önmagával. Tehát, hogy legyen önbizalma, önértékelése, önbecsülése. Megtanuljon bánni a párjával. Fontos, hogy az ember tudjon az ellenkező neműekkel bánni, tehát konkrétan mondjuk a párjával is. Megtanuljon bánni a gyerekével, szüleivel, másokkal, tehát bárkivel, a munkájával, a pénzzel, a környezetével, ide tartozik a természet, a hatóságokkal, és természetesen a teremtőjével, mondhatnánk azt, hogy az életével is. Ez 10 életterület, ez a teljes életterület, amivel az ember rendelkezik. Tehát ide minden élethelyzet besorolható, ebbe a 10 életterületbe. Többek között teljesen egyedülállóan mit nyújtanak önnek a Nyílt Akadémia coachingjai? Kiváló döntés, cselekvő és megoldó képességeket. Tudatosságot, probléma megoldó és teremtő képességeket. Szeretetben, egészségben, elismerésben, szabadságban és anyagiakban gazdag, tartósan boldog életet. A világ egyik legtisztességesebb és legjobban jövedelmező ember és életjobbító humán hivatását, illetve életpályáját. A rendezvényeinket személyesen a helyszínen, vagy interneten keresztül élőben és felvételről is igénybe lehet venni. A felvétel az videóformában, vagy pedig hanganyagban. Jó, tehát ez mind a kettő hozzáférhető.
Mit nyújt még a Nyílt Akadémia? Képzései, rendezvényei, élet- és emberismeretet, elismerést, szeretetet. Kinek volt elismerésben része most legutolsó rendezvényünkön? Most a legutolsó rendezvényünkön. Kezet. Most a legutolsó rendezvényünkön. Jó. Az most szombaton volt. Önismeret, önbecsülés, önértékelés, önbizalom fontos az ember életében? Probléma elhárító képességek legyen az embernek. Tartós a jó hangulata. Fontos, hogy tartós a jó hangulata legyen. Tudatosság, különleges képesség. Kiváló párkapcsolati bánásmód. Eredményes gyermeknevelést nyújt a Nyílt Akadémia képzése. Képes legyen bármit megvalósítani. És a lehető legkedvezőbb feltételekkel nyújtjuk a tudást és a képességeket átadó rendezvényeinket. Tehát miben különbözünk másoktól? Az országban, ha megnézzük, magyar nyelven vannak képzések. Fölmegy a YouTube-ra, és találkozik tudatosságfejlesztő képzésekkel. De nem talál megoldásokkal. Nem találkozik. Tehát nem adnak megoldást. Tehát megmondják, hogy mit kellene másként csinálni, csak azt nem mondják, hogy hogyan. Megmondják, mi a rossz, megmondják, hogy hogy lenne jó, de azt nem mondják meg, hogy hogyan jusson el oda az ember. Rengeteg olyan ember van, amelyik képzéssel foglalkozik, képzést nyújt, de furcsa mód megoldásokat nem adnak. Tehát konkrét olyan megoldást, amit bárki meg tud csinálni. Tehát konkrét technikát nem adnak. Haladjunk tovább. Óriási energiát, tehát hogy legyen óriási energiája, teremtő ereje. Eredményes munkavégzést. Tehát hogy az életében, a munkájában eredményes tudja lenni. A legnagyobb jövői hivatást nyújtunk. Ember és életjobbító kócsként képessé válik önmagából és másokból kihozni a legjobbat és a legtöbbet. Tehát amikor a kócs dolgozik, ezt csinálja. Képes önmagából és másokból kihozni a legjobbat és a legtöbbet. Embereken segítve csinálhatja azt, amit szeret. Egyedülállóan 24 coach területre 4-féle átfogó speciális coach bizonyítványt nyújtunk. Általános coach diplomát adunk, és legjobban jövedelmező szabad foglalkozást nyújtjuk, végre sikeres, boldog ember lehet. Na nézzük meg, hogy mi ez a 24 coach terület, ez 24 hónap alatt nyújtjuk a 24 coach területet. Most kezdődik ma az év, a tanfolyam, illetve az évfolyam. Tehát a két év most kezdődik ma. És ma az etikával kezdünk, mint alapok alapjával. Az erkölcs, tehát az etikának a része az erkölcs, a becsület és a tisztesség. És ezzel foglalkozunk egy hónapig, ezt úgy hívják, hogy etika coach, aki ezt elvégzi, ezt az egy hónapot, tehát etika coach, aki képes arra, hogy felismerje az etikusságot, és képes az etikusság létrehozására. Tehát, hogy létrejöjjön az etikusság. Képes arra, hogy mindig a helyes úton járjon. Tehát a helyes úton járjon, és erre képes, hogy másokat is rátereljen. Tehát ez az alapok alapja, tehát az alapok alapja az, hogy az ember tisztességes és becsületes, erkölcsös legyen, tehát magyarul etikus legyen. Jó, ezzel kezdünk.
Majd nem olyan soká. Mármint egy óra múlva, durván. A Nyílt Akadémia Ember és Életjobbító Coachképző egyedülálló rendezvényei képessé teszik az embereket arra, hogy tehát, hogyha az ember azokat tudja csinálni, akkor képes arra, hogy szeretetben gazdag, boldog életet éljen. Ne legyen beteg. Sokkal többre legyen képes, és ezáltal több elismerésben részesüljön. Szabad életet élhessen az ember. Elég pénzt tudjon teremteni, és békés, boldog életet tudjon élni. A Nyílt Akadémia által nyújtott ember és életjobbító coach az egyetlen hivatással a világon, amit ha csak tanult, de nem végez, akkor is rendbe teheti vele az élete minden területét, és ezek nem nagy szavak, hanem tények. A Nyílt Akadémiánál nyújtott hivatással ember és életjobbító coachként mire tud jutni? Szabad vállalkozást indíthat, és fejleszthet egyéneket, illetve cégek dolgozóit. Szabad vállalkozást indíthat, és coachokká képezhet egyéneket. Elhelyezkedhet egy nagy vállalatnál, és coachingolhat dolgozókat. Tehát a coachingolás az azt jelenti, hogy kihozni valakiből a legjobbat és a legtöbbet. Vagy a PPH-nál maradva coachingolhat embereket, hát egyébként ez a leginkább javasolt. Vagy, ha letelt a két év, mit csinálhat még? Mestercoach képzést elkezdheti. Tartósan boldog élet csak a tudatosság tovább a probléma megoldó képesség fejlesztésével és az emberek segítésével érhető el. Ez egy égi törvény. Van egy másik égi törvény is, ez a következő, hogyha az ember rálép a tudatosság útjára, akkor ott nincs megállás és nincs lelépés róla. Mert ha az ember megáll vagy lelép erről az útról, akkor mindenféle probléma és zaklatottság fogja érni az illetőt. Ez egy égi törvény. Mit nyújthat önnek a PPH Nyílt Akadémia mellett grátisban, kötelezettségmentesen? Egyedülállóan mások fejlődéséből, nem majd, hanem azonnal pénzt profitálhat. Azonnali jövedelmet hozó anyagi függetlenséget. Szabad életet eredményező humán tevékenységet és jogdíjszerű passzív jövedelmet, amely örökíthető, tehát egy szabad humán PPH üzleti vállalkozás. És én állítom, hogy a világ legnagyobb üzlete. Még a tisztességteleneket is belevéve. Egyedülállóan csak a PPH-nál van lehetőség az önáltal szervezett tanulók, továbbá a csoportjába kerülő összes ember tanulásának tandíjából, ameddig ők itt tanulnak, folyamatosan és jelentős mértékben részesedni, illetve elég passzív jövedelmet teremteni. Na nézzük meg akkor, hogy nem tudom, tudják-e, hogy mennyibe kerülnek Magyarországon, vagy világviszonylatban a coachképzések. Minimum. Egy teljes körű coachképzés az több millió forint. A világon mindenütt. Nálunk ez havonta 120 ezer forint lenne, tehát az 24 hónap alatt akkor az ugye több mint 2,5 millió forint. De! És ez hány órában? Ez 720 óra. De azért, hogy bárki számára elérhető legyen a tandíj,
Ezért az első hónap 16 ezer forint, a második hónap pedig 7-es ezer forint. Tehát, hogy bárki számára elérhető legyen. Ez, erre árgarancia van a 24 hónap végéig. Ez körülbelül a legolcsó áranak is a, olyan hatoda, hetede. A legolcsóbb árnak is. Sehol nem kapnak 720 órányi kulcsképzést, tehát sehol. Tehát sehol máshol. Nem tudom, tudják-e, hogy mennyi coach van a világban. Van több mint 40 ezer coach, és Magyarországon pár száz képzett coach van. Szükség lenne Magyarországon 400 ezer coachra, képzett coachra, és szükség lenne a világban 280 millió coachra. Beszélgettem éppen tegnap elég hosszasan egy szellemileg fejlett emberrel, amikor már akkor is foglalkozott szellemi dolgokkal, spirituális, ezoterikus dolgokkal, amikor én még nem. Tehát amikor én, nekem még ez távol állt tőlem, mert anyagi dolgokkal foglalkoztam. Ugye ezt tudjuk, hogy, vagy nem tudom mennyire tudjuk, hogy ez úgy van, hogy az ember foglalkozhat az életében több dologgal. Na nézzük meg, mik ezek a területek, amivel az emberek foglalkozhatnak. Tehát foglalkozhatnak anyagi természetű dolgokkal. Tehát anyagi természetű dolgok, érdemes fölírni. A másik, amivel az ember foglalkozhat, az emberek, mondhatjuk azt, hogy azzal, hogy az emberek jó állapotban legyenek. Jó? Tehát foglalkozhat valaki azzal. Tehát ez egy másik terület. Második terület. Foglalkozhat az ember egy harmadik területtel, magyarsággal kapcsolatos terület. És foglalkozhat az ember olyannal, ami a bolygó túlélését segíti. Ide tartoznak olyan dolgok, hogy például az emberiség jól éljen, jobban éljen, vagy jól éljen, vagy ne pusztuljanak ki valamilyen faj a bolygóról. Jó? Tehát, hogy mit tudom, ne szennyeződjön a levegő. Tehát ez a negyedik terület. Tehát van négy terület. Ebben a négy területben minden benne van. Van a Földön olyan, hogy van az anyag, és van a szellemiség. Hát nem véletlenül mondtam így. Tehát az anyag az alacsony szintű. Tehát ahhoz különleges szellemi képességek nem kellenek, hogy az ember anyaggal tudjon foglalkozni. Ide tartozik a pénz is, az anyag közé. Tehát azért említem meg ezt, mert amikor már ez az ismerősöm szellemiséggel foglalkozott, akkor én még az anyaggal foglalkoztam. 90-es években. És akkor tegnap beszélgettem vele, hát az a baj, hogy nem fejlődött azon a területen, hanem egy kicsit visszafejlődött, mert akkor még aktivizálta magát, most meg már fizikailag gyakorlatilag nem tesz semmit azért, hogy mások is szellemileg fejlődjenek. 90-es években még tett. És beszélgettem vele, és ez a tipikus szellemi gondolkodású ember, hogy hát rossz felé megy a világ, de hát ezek az emberek megérdemlik. Jobb, ha inkább az egész indul újból a nulláról. Persze. Így van. Nem szereti az embereket. Persze, ez így van.
És mondom, már a 90-es évek közepén már ő szellemiséggel foglalkozott. Na most lényeg az, hogyha sorrendben rakjuk ezt a négy dolgot, ezt a négy területet, akkor az első az anya, a második terület az, amelyik a, hogy az emberek a bőrükben jól érezzék magukat, ide tartozik az egészség, a szórakoztatás, ez a terület, ez a második szint. A harmadik szint, amikor az ember már egy nemzet felvirágzásaért dolgozik, az a harmadik, ugye, a magyarság a mi esetünkben. És a negyedik, amikor szellemiséggel foglalkozik az ember, de nem csak elméletileg foglalkozik a szellemiséggel, mint ő, hanem gyakorlatban is. Mi a gyakorlati szellemiséggel való foglalkozás? Amikor az, amit tud az ember, mindent azt átadja másoknak. Az. Tehát az a szellemiséggel való foglalkozás. Tehát az élet legmagasabb szintje a szellemiséggel való foglalkozás. Jó? Tehát erre a négy szintre lehet a tevékenységeket besorolni. És ha megnézzük az én életemet, teljesen meg akikkel én régen együtt vagyok, szinte egyedülálló. Mert kezdtük az anyaggal, folytattuk, tehát csináltunk, hogy az emberek jól érezzék magukat, tehát mi foglalkoztunk egészséggel, foglalkoztunk magyarsággal, azt is tanítottam, sőt még most is tudom tanítani, de az egészséget is tudom tanítani. És az elmúlt 5 évben csináljuk főtevékenységben a szellemiséggel való foglalkozást, ahol már tanítjuk. Nem csak a vezetőknek, akik itt vezetők voltak, mert régen a vezetőknek tanítottuk csak, hanem bárkinek tanítjuk a szellemiséggel kapcsolatos dolgokat. A szellemiség az mit jelent, hogy világos legyen? Az azt jelenti, hogy az ember képes legyen minden élethelyzetét helyesen kezelni, és értse az ember és az élet működését. Tehát értse az ember és az élet működését. Akár onnantól kezdve, hogy teremtés, akár onnantól kezdve értse. Tehát a PPH a piac legmagasabb jutalékát nyújtja az olyan szervezetek közül, ahol szervezni lehet. Tehát szervezni lehet. Hol lehet szervezni, milyen területeken? Üzletkötői területeken lehet szervezni, ahol valamilyen üzletkötéssel foglalkoznak, vagy például hálózatépítés területén lehet szervezni. Jó, nézzük meg akkor a szervezés területén milyen jutalékok vannak. Az ön szervezetje, mit jelent, hova szervezi? A Nyílt Akadémia coach képzésére szervezi az embereket, illetve van olyan fizetős tudatosságfejlesztő képzés, amire szintén lehet, ami nem a coach képzés része, de szintén lehet szervezni. Lényeg az, hogy a szervezetje tandíjából visszajuttat a PPH az ön teljesítményétől függően 32-től 64%-ig terjedő összeget. Az konkrétan mondjuk a 16 000 forintból max 10.240 forintot. Minimum tehát 32%-ot, maximum 64%-ot, tehát ha jól teszi a dolgát, egyre több tanulót szervez a PPH-ba, összességében, nem havi szinten, hanem a összességében, akkor ez azt jelenti, hogy megduplázódhat a jutaléka.
az ön szervezési jutaléka. Ezen túlmenően a csoportjában lévők minden ember tandíjából pedig visszajuttat az ön teljesítményétől és a csoport teljesítményétől függően 4%-tól 28%-ig terjedő összeget a PPH. Tehát ezt nem a Nyílt Akadémia nyújtja, hanem a PPH. Természetesen most megkérdezem, hogy ön melyikből részesedne szívesebben. Mondjuk a saját teljesítményének a 100%-ából, vagy 100 ember teljesítményének mondjuk a 4%-ából. Utóbbiból? De ahhoz, hogy legyen 100 ember, ahhoz először is saját teljesítményre van szükség. Oké? Okay? Hát akárhogy nézzük, a 100 ember teljesítményének a 4%-a az 400%. Jó? Tehát az eleve négyszeres összeg. A PPA vezetők segítségével képessé válik viszonylag gyorsan 6-7 vagy akár 8 számjegyű havi passzív jövedelmet elérni. Miből? 2 éves coachképzést nézve és a célokat figyelembe véve ez egy 32 ezer milliárd forintos üzlet. 100 milliárd eurós üzlet. 2 év coachképzését figyelembe véve, tehát 2 év coachképzését, és a bolygószintű coachképzést figyelembe véve, tehát a céljainkat figyelembe véve, tehát hogy legyen Magyarországon 400 ezer coach, nekünk kell ezt megcsinálni, és legyen a bolygón 280 millió coach, és ezeknek a számadatokat, ha megnézzük, akkor 2 éves coachképzést figyelembe véve, ez több mint 30 ezer, konkrétan 31 ezer milliárd forintos üzlet. Vagy 100 milliárd eurós üzlet, kinek jobban tetszik. Jó, nem hiszem, hogy talál a bolygón olyan üzletet, amiben ekkora összeg van 2 év alatt. 2 év alatt. Egyébként majd ember és életjobbító coachként, óránként 3000-től 35 ezer forintig terjedő összeget tud kérni a coachingolásért, és ezáltal keresni. A visszajutatott összegeket a jogszabályoknak megfelelően felhasználhatja a rendezvényeinkre, vagy felveheti természetesen. Segítségünkkel az emberek képesekké válnak megteremteni azt, hogy kikerülhessenek a mókuskerékből, és szeretetteljes, szabad, békés, boldog életet éljenek. Higgy el, hogy a Nyílt Akadémia coach képzései által és a PPA-nál a vezetői segítséggel ön is sikeres, boldog ember lehet. Ezt meg tudja csinálni. Ha tetszik önnek a felkínált lehetőség, akkor az előadás után beszélje meg a tovább lépést a vezetőjével, a PPA-s vezetőjével. Kezdje el igénybe venni a rendezvényeinket. Föl a weboldalunkra pph.hu, tehát pph.hu, beírja a böngészőbe, ezzel tud fölmenni a weboldalunkra. Ha bement a weboldalunkra, az első oldalt nagyon nézze meg, az a küldetésünk nevezetű oldal, az a legfontosabb, hogy azzal tudjon azonosulni. Ha nem tud vele azonosulni, akkor inkább töröltesse magát. Nézzen körül az oldalon, nem tud mindenhez hozzáférni, csak azok tudnak mindenhez hozzáférni, akik már a Nyílt Akadémia képzései részt vesznek. Tehát akiknek jogosultságuk van.
Tehát kezdje el igénybe venni a rendezvényeinket, tartsa fenn a kapcsolatot a PPA-s vezetőjével, és segítünk abban, hogy az élete minden területén sikeres és boldog ember legyen. Na nézzük akkor, hogy mi a témánk, ki tudja? Tudja valaki, hogy mi a témánk? Nagyon jó, szuper, a boldogság elérése. Jó, tehát beszéljünk erről egy kicsit, a boldogság eléréséről. Egy pillanat, rögtön. Tehát az ember azért született, hogy elérje azt, hogy az életében boldogan élje az életét. Mindenki ezért született. És ehhez képest, ha megnézzük, mondjuk nézzük meg generációk szerint. Mindenki visszaemlékszik, aki már nem 20 éves, mondjuk ha 40 fölött jár, akkor visszaemlékszik arra, hogy mondjuk 20 évvel ezelőtt az emberek jobb állapotban voltak átlagosan, vagy rosszabbul? Ki szerint voltak jobb állapotban 20 évvel ezelőtt az emberek, mint manapság? Oké, most nem csak mi, akik 20 évvel ezelőtt fiatalabbak voltunk, most nem erre gondolok, hanem eleve a társadalom. Tehát sokkal, tehát mondjuk, ha visszagondol gyerekkorára, akkor ön látott fütyűrészű embereket dolgozni. Kertben fütyűrészű embereket, sőt éneklő embereket. Manapság ilyet nyoma sincs. Tehát nyomokban sem lát. Mentek az emberek, és nem leorgasztott fejjel mentek, hanem úgy viszonylag normálisan. És valahogy, ahogy telnek az évtizedek, az emberek egyre rosszabb állapotban vannak. Nem tudom, ezt észrevették-e. Ezzel kapcsolatban van egy szabály, ez a következő. Ott, ahol az emberek nem boldogok, ott jelen van az elnyomás. Tehát jelen van az elnyomás. Tehát egyértelműen az elnyomás miatt vannak az emberek rosszabb állapotban. Az, hogy előidézik az embereknek a problémákat, az is egy elnyomás, csak hogy világos legyen. Tehát az igazi öröm és a boldogság az nagyon értékes, és ha egy kicsit visszamegyünk a történelembe, egész mondjuk kisgyerekkorára visszamegy, akkor azt látja, hogy az emberek azok jól érezték, sokkal jobban érezték magukat a bőrükben. Nem volt ennyi technika, és sokkal jobban érezték magukat a bőrükben. Mint ahogy például, akivel tegnap beszélgettem, ez az ember, akit imént említettem, ez aki szellemiséggel foglalkozik, elmondta azt, hogy hát a lányát azt nem ő neveli, hanem az anyja. És ezért a lányát azt ritkán látja, úgy viszonylag. És a múltkor is találkoztak, mert a lánya éppen kórházban volt, és kórházban találkoztak. És mit csinált a lánya meg az anyja? Mármint a volt párja ennek az ismerősnek, tehát arról számolt be, hogy a nő az a telefonját nyomkorázta, a lánya, aki most 8 éves, a tabletet nyomkorázta, hiába próbált velük kommunikálni, akkor is a technika az fontosabb volt nekik, mint a személyes kommunikáció. Volt ott egy gyerek, egy beteg gyerek, tehát a lényeg az, hogy a kislánya volt kórházba. Jó, tehát a kislánya volt kórházba. És volt ott egy beteg gyerek, egy fiú gyerek. Annak nem volt tablete, ezért avval tudott beszélgetni. Egy vadidegen fiú gyerekkel.
A lányával nem tudott, mert a tabletet nyomkorázta. A volt, fele, volt párjával nem tudott kommunikálni, mert az meg a telefonját nyomkorázta. A vadidegen gyerekkel tudott kommunikálni. Van egy érdekes gondolat ezzel kapcsolatban, hogy akkor ez egy jóslás volt, ami már megvalósult, hogy akkor lesz nagy bajba az emberiség, amikor kommunikáció helyett a technikával foglalkoznak majd. És most ezt csinálják az emberek. A családok nem otthon kommunikálnak, hanem este nézik a tévét. Nem? Ahelyett, hogy beszélgetnének. A technika szó szerint megölte a kommunikációt. Gondoljunk csak a Facebookra. A Facebookon sem kommunikálnak, az írásos kommunikáció, kommunikáció, de nem olyan, amikor, mint mikor szóban kommunikálnak. Lehet Skype-on is írni, meg lehet szóban is beszélni. Ki az, aki jobban szeret beszélni Skype-on, mint írni? Egyértelműen jobb beszélni, mint írni. Tehát igazi öröm és boldogság nagyon értékes, ha valaki nem éli túl a problémáit, akkor semmilyen, tehát semmilyen öröm és semmilyen boldogság nem érhető el nála. Tehát ha nem éli túl. Tehát nehéz a boldogsággal próbálkozni egy kaotikus, tisztességtelen és általánosan erkölcstelen társadalomban. Pedig most erről van szó. Tehát nehéz az embereknek boldogsággal próbálkozni egy olyan társadalomban, ahol, káosz, részben káosz van, az emberek tisztességtelenek, az állam tisztességtelen, a vezetők tisztességtelenek, általánosan a társadalom erkölcstelen. Minden egyén vagy csoport igyekszik annyi örömöt szerezni az életből, amennyit csak tud. És annyi fájdalomtól megszabadulni, vagy annyi fájdalmat kikerülni, amennyit csak tud. Tehát mások rossz cselekedetei viszont az emberre, tehát a környezetünkben lévő emberek rossz cselekedetei, ránk nézve emberekre, akik abban a környezetben élünk, az fenyegető ránk nézve. És a boldogulásunkra is fenyegető. Tehát ha az emberek helytelenül cselekednek, akkor az a mi boldogulásunkra is negatívan hat. Mások tisztességtelensége és helytelen viselkedése tragédiává, bánattá teheti az ön boldogságát is. Biztos vagyok benne, hogy eszébe jutott olyan eset, amikor ez ténylegesen megtörtént. Vagy eszébe tud jutni olyan eset, amikor ez ténylegesen megtörtént. A rossz cselekedetek gyengítik az ember probléma megoldó képességét. És csökkenti az ember boldogulását az életben. Fontos, hogy ön mennyire fontos más emberek számára. Gondolja végig. Mennyire hallgatnak önre a környezetébe. Mennyire tud hatni másokra. Akkor kérdésként is föl lehetne tenni, hogy hallgatnak önre környezetében? Tudhatni az emberekre? Mennyire tudhatni az emberekre? Tehát az ön ismerősei boldogsága vagy boldogtalansága mennyire fontos például az ön számára? Gondolja végig. És azért ember az ember,
Mert van benne együttérzés. Van benne tolerancia. Ami azt jelenti, hogy egy jó ember azt szeretné azt, hogy mások is boldogan éljék az életüket. Tehát fontos, egy jó ember számára fontos, hogy mások is boldogan éljék az életüket. Tehát amit itt a PPA-nál, illetve a Nyílt Akadémiánál, nem a PPA-nál, a Nyílt Akadémiánál tanulunk, például ebben a díjmentes képzésben, az része az egyik coach képzésnek. Például ez is a boldogság coach témának az egyik gondolatai. Ugye a mások boldogságát senki nem tudja garantálni. De lehet javítani más probléma megoldó képességét. És ezáltal javul az illetőnek az esélye a boldogságra. És az ön környezetében lévő emberek esélye javul, akkor ez önre is pozitívan hat. Tehát az ön boldogság érzete is javulni fog. Módjában áll megmutatni másoknak is az utat egy kevésbé veszélyes és boldog élethez. Ezzel kapcsolatban nézzünk meg egy pár élettörvényt. Ugye alapvető dolog, hogy ki a legfontosabb személy az ön számára. Írja ezt le. Jó? Ki a legfontosabb személy az ön számára? Tehát a legfontosabb személy. Tessék leírni. Mindjárt oda megyek, azt megnézem. Jó? Tessék leírni, hogy kinek kicsoda a legfontosabb személy saját maga számára. Sikerült leírni? Igen. Mindenki leírta ezt? Jó? Akkor mondjuk kinek a gyereke? Kezeket? Oké? Kinek mondjuk a párja? Kezeket? Igen? Kinek mondjuk saját maga? Igen? Köszönöm. A többiek? Többiek mit írtak? Tessék bekiabálni, mit írtak a többiek? Van, aki semmire nem tette föl a kezét. Tehát az első és legfontosabb személy egy ember számára a saját maga. És ez nem az ego, jó? Csak ha az ember nincs jó állapotban, akkor nem fog tudni másokon segíteni. Hiába akarjuk, hogy más jó állapotban legyen, ha ön rossz állapotban van, vagy rossz állapotban lesz, akkor nem tud másoknak segíteni. Tehát első és legfontosabb, hogy ön mindig jó állapotban legyen. Tehát ez a legfontosabb. Minden önből indul ki. A problémák, amik történnek önnel, az önből indul ki. A jó dolgok, amik történnek önnel, az önből indul ki. Tehát minden önből indul ki. Ha ön kellően figyel és vigyáz önmagára, akkor például nem lesz beteg. Tehát nem lesz beteg. Vagy csak nagyon-nagyon ritkán lesz beteg. De az ember nem figyel kellőképpen magára, akkor könnyen meg tud betegedni.
ehhez tartozik, hogy az ember foglalkozzon magával. Van egy ilyen mondás, hogy amilyen a külső, olyan a belső. Tehát, hogyha valaki ad magára kívülről, akkor valószínűleg fontos számára, hogy belül is milyen értékei vannak. Tehát valószínű, hogy a belső dolgaira is ad. Tehát, ha önt meglátja valaki, akkor nem azt fogja megítélni, hogy milyen belülről, hanem azt, hogy milyen kívülről. Érthető? Tehát fontos, hogy kellőképpen adjon magára kívül. Tehát, hogyha ön belenéz a tükörbe, tetszen magának. Tessék megtenni mindent azért, hogy kellőképpen tetszen magának. Tehát hozza ki magából kívülről a legtöbbet. Így van. Ugye milyen szakterületet tanítunk? A coach mit csinál? Kihozza másokból a legjobbat és a legtöbbet. Tehát akkor magunkból is ki kell hozni a legjobbat és a legtöbbet. Akkor tegyen meg mindent azért, amit megtehet, amire módja és lehetősége van, hogy lehetőleg úgy nézzen ki, hogy tetszen kellőképpen magának. És ide minden tartozik. Tartozik az embernek a ápoltsága, tisztasága, haja, hölgyeknek a sminkje, ruha ide tartozik, ruházkodás. Ide tartozik az embernek a foga, hogy ugye adjon a fogára, tehát ne mondjuk foghíjas legyen, a foghíjas, akkor tegyen meg mindent azért, hogy próbálja orvosolni azt a dolgot. Tudom, hogy fél mindenki a fogorvostól valamilyen szinten, vagy majdnem mindenki, de nekem bármi egy kis gondom történik a fogammal, pár napon belül én fogorvosnál vagyok. Akár mondjuk kiesik egy tömés, pár napon belül tuti, hogy ott vagyok a fogorvosnál. Tehát le kell küzdeni például a foggal kapcsolatos félelmet, mert a fog az magától nem gyógyul meg. Az nem gyógyul meg. Ha húzza, halogatja az ember a fog kérdését, nem kisebb problémája lesz, hanem nagyobb problémája lesz. Jó? Csak egy példa most a fogról eszembe jut. Akkor adjon meg mindent kellőképpen a testének. Tehát a testének. Táplálékot. Ide tartozik a víz is természetesen. Tehát táplálkozzon megfelelően, és ugye ha úgy tud táplálkozni, hogy az nem teljesen megfelelő, akkor használjon táplálék kiegészítőket. Tehát fontos, hogy a szervezetünk mindent megkapjon a testünk, tehát hogy lehetőleg minél tovább épp állapotban maradjon a testünk, nem? Ki az, aki volt már életében beteg? Kisebb, nagyobb betegsége, mindegy. Volt mindenki. Költői kérdés volt. Biztos voltam benne, hogy mindenki volt már beteg. Mit csinál az ember, amikor beteg? Az ember akkor a betegségével foglalkozik, nem? Gondoljuk végig. Tehát gondolja végig, amikor ön beteg volt. Mi kötötte le leginkább a gondolatát? A betegsége, nem? Tehát az ember úgy működik, hogyha beteg, akkor egyszerűen a gondolatainak nagy része a betegség körül forog. És ezáltal az életében nem úgy tud haladni, mint mikor egészséges. Közel sem tud úgy haladni, mint mikor egészséges.
Tehát eleve a gondolatai foglaltak, mert lefoglalja a betegség, és az energiái foglaltak, mert lefoglalja az betegség. Tehát fontos, hogy az ember adjon meg mindent a testének. Tehát nem véletlenül például mondták, tanították a régi öregek, hogy R-betűs hónapban ne ülj kőre. Ezt a régi öregek tanították. Ki hallotta már ezt a mondást? R-betűs hónapban ne ülj kőre. Így van. Nem, szeptember, október, november, december, január, február, március, április. Ez egy régi bölcsesség volt. R-betűs hónapban ne ülj kőre. Nem hallották? Pedig ez egy nagyon régi népi bölcsesség. És nagyon érdekes, mert tényleg május, június, július, augusztusban nincs R betű. Nem érdekes? És nem hallotta senki a teremben. Nem is értem komolyan. Nekem nagymamám mondta ezt. Nem is a vidéki, hanem a pesti nagymamám. A pesti nagymamám. Akkor például, hogyha ki vagy melegedve, hirtelen, ugye ezt is tanították, hirtelen ne igyál hideg vizet. Hirtelen. Ezt ugye, ki hallotta ezt már? Mert miért? Mert tüdős gyulladást kap. Akkor ugye azt is, hogy ne egyél mosatlan gyümölcsöt. Nem? Akkor például ilyet, hogy ne egyél éretlen gyümölcsöt. Így van. Nekem még azt mondták, hogy ha éretlen gyümölcsöt kapsz, eszel, akkor vérhast kapsz. Tehát azt mondták. Ezt. Tehát lényeg az, hogy egy csomó ilyen népi bölcsesség volt, hogy az ember mire figyeljen. Jó? Tehát figyeljen arra, hogy ha nem ismerte senki itt a teremben azt, hogy R-betűs hónapban ne üljön kőre, az azt jelenti, hogy R-betűs hónapban ne csak ne üljön kőre, hanem ne térdeljen kőre. Világos ez? Tehát R-betűs hónapban azért nem szabad kőre ülni, mert felfázik az ember, és az R-betűs hónapban a kőre térdelés pedig kikészíti az ízületet, a hideg. Jó? Tehát R-betűs hónapban se térdelni kőre, se ülni kőre nem szabad. Úgyhogy népi bölcsesség. Jó, akkor tehát figyeljen oda az ember a saját testére, például ilyen alapvető dolgok a testnél, hogy meg kell adni mindent, aminek a szervezetre szüksége, a szervezetnek szüksége van. Például a legfontosabb, amire az embernek szervezetnek szüksége van, az micsoda? A víz. Így van. Napi szinten ilyen melegbe mennyi? 3-4 liter, így van. Napi szinten ilyen melegben 3-4 liter. Melyiket? Nincs, ez nincs. Ez nincs. Ez nincs. Tehát napi szinten ilyen melegben 3-4 liter. Két liter. Télen mennyi? Másfél-két liter, így van. Télen legalább másfél kilit. Mi lesz akkor, hogyha nem iszik az ember elég vizet? De nem csak a bőre kiszárad, a belső szervek, és még egy dolog, micsoda? Tehát például a keringéshez szükség van vízre. Tehát besűrűsödik az illetőnek a vére, ha nem iszik elég vizet. Ezáltal megnövekszik a vérnyomása az illetőnek. Így van. Jó, akkor mi van még, ami miatt fontos? A víz. A vese, a kiválasztás, így van, persze. Méregtelenítés, pontosan, de hogy az ízületei ne száradjanak ki. Tehát az ízületnek szüksége van a porcoknak vízre, mert ha kiszáradnak, akkor rögtön elkezdenek fájni. Tehát lehet, hogy
Például az a sok idős, aki az ízületeire panaszkodik, lehet, hogy csak annyi baja van, hogy nem iszik elég vizet. Na most ez úgy működik, hogy világos legyen, hogy ahogy az ember idősödik, úgy egyre kevesebb vizet igényel az ízlése. Nem a szervezete, az ízlése. Tehát magyarul úgy működik az ember, hogy nem érzi, hogy szomjas, ahogy idősödik. Nem érzi, hogy szomjas. És ezért az embernek rá kell magát szó szerint venni arra, hogy igyon. Kényszeríteni, így van. Más nem, ki kell rakni vizet, hogy lássa az ember, hogy mennyit iszik napi szinten. Jó, tehát ilyen egyszerű dolgok. Akkor például ilyen másik egyszerű dolog, hogy fontos, hogy az ember pihenje ki magát. Ez is hozzátartozik ahhoz, hogy megadjunk magunknak minden, amire szüksége van a testünknek. De nem csak a testünknek van szüksége, hanem a szellemnek is szüksége van. De a testünknek szüksége van a pihenésre. Méghozzá a rendszeres pihenésre. És a ténylegesen, hogy az ember ne legyen fáradt és kipihenje magát. Nyilván ez a pihenés ez változó az embereknél. Van, akinek több pihenésre van szüksége, van, akinek kevesebb pihenésre van szüksége. De napi szinten mindenkinek szüksége van valamilyen szintű pihenésre. Akkor például ilyen szinten is figyeljen oda az ember magára, hogy ne fogyasszon a szervezetre káros szereket. Ezek, ha vásárol valaki valamit, akkor nézze meg, hogy milyen vegyszereket tartalmaz. Ott kezdődik. Nem vicc, ez komoly. Meg kell nézni, milyen vegyszereket tartalmaz, és lehetőleg olyanokat kell venni, ami nem nagyon tartalmaz vegyszereket. Azon túlmenően. Ilyen, hogy káros szerek. Például nagy mennyiségben fogyasztott alkohol, vagy cigaretta például. Jó? Vagy rendszeresen fogyasztott alkohol. Még nem nagy mennyiségben. Az sem szükséges, tehát a rendszeresen. Mi a napi fogyasztási mennyiség az alkoholnak? Hát mondjuk 2 deci bor, vagy egy fél liter sör, vagy egy fél deci pálinka. Jó, tehát ennyi. De nem ez is, az is, meg az is, hanem vagy. Jó? Tehát kis mennyiségben lehet fogyasztani alkoholt. Tessék? Mondja a mondás, ami nem igaz. Most csak a vicc kedvéért találták ki. Jó, tehát cigarettában nincs olyan, hogy kis mennyiség. Az olyan van, hogy ne dohányozzon. Kész. Pont. Jó? Ennyi. Az káros és kész. Tehát a dohány az káros az egészségre, és annyi. És akkor figyeljen ilyen dolgokra az ember, hogy mi, ami a legjobban megkeseríti egy családban a boldogságot. Egy családban, férfeleség esetében. Nem, ha szabadosak a szerelemben. Tehát ami azt jelenti, hogy szabad a szerelem. Tehát szabad a szex. Szabad a szex másokkal. Tehát szabad a félrelépés, így van. Persze, szabad a félrelépés. Tehát szabad. Nyílt házasság. Tehát ugye a szex az igen, a nyitott házasság.
A szex az az eszköz, amely révén az emberi faj a gyerekeken és a családon keresztül tovább viszi magát a jövőbe. Sok öröm és boldogság származhat belőle. A természet rendelte így, hogy az emberi faj fennmaradjon. Ám, ha rosszra használja az ember, vagy visszaél vele, súlyos büntetéseket hordoz magában. Úgy tűnik, hogy ez szintén a természet rendelte el. Vagy a jó Isten. Jó, tehát súlyos büntetések. Tehát ezért például ugye súlyos büntetés, ha megtudja az ellenkező, nem? Ugye ha megtudja az ember párja, akkor abból milyen gondok szoktak lenni? Legtöbb esetben válás is szokott belőle lenni. Akkor nem véletlen, hogy mivel bünteti a jóisten ugye az ilyen félrelépéseket, nemi betegségekkel. Keményen, keményen. Tehát nem véletlen. Például nem tudom, tudják-e, hogy az AIDS állítólag honnan ered? Mint halálos betegség. Ki az, aki tudja? Nem tudja? Afrikában, így van, Afrikában volt egy majom, és avval közösült egy ember. Így van. Így van. Avval a majommal közösült egy ember. Így van, és átkerült abba az emberbe az AIDS vírus a majomból. A majmok betegsége volt, és a majmoknál igazából nem is volt halálos betegség. És a ma embernél halálos betegség lett. Tehát mondhatni azt, egy jó kis büntetés, nem? Tehát fontos, hogy például az ember a... Ez alapdolog, hogy nem a párjához legyen hű, hanem kihez? Nem, a szexuális partneréhez. Na, mivel a párja a szexuális partner, ezért a párjához kell hűnek lenni, nyilván nem. De ha még nem párja, viszont szexuális partner, akkor is ahhoz hűnek kell lenni. Tehát a szexuális partnerhoz hűnek kell lenni. És mivel a párja is az embernek szexuális partner, ugye elsősorban, ugye a párja a szexuális partner, ezért ahhoz is hűnek kell lenni. Tehát azért kell a párunkhoz hűnek lenni, mert szexuális partner. Érthető? Tehát a szexuális partner, ez annyira nem így van a filmekben, de annyira nem. Tehát még, mit tudom én, mondjuk egy férfi vagy egy nő, amelyiknek még nem esküdtek hűséget, vagy nem bútoroztak össze, azok fűvel, fával csinálhatják. Hát amúgy is, de ők még inkább. Jó, tehát abszolút rossz. Tehát ez fontos, hogy hűnek kell lenni. Ugyanis a szexuális partnerünk hűtlensége az erőteljesen csökkentheti a boldogulásunkat. Ha jobban megnézzük, a történetben az újságokban tengernyi példa található arra, hogy a hűtlenség milyen erőszakos emberi szenvedélyeket szülhet. Tehát a hűtlenség milyen erőszakos emberi szenvedélyeket szülhet. Ugye a bűntudat még a kisebbik gond, a féltékenység, a bosszú, a sokkal nagyobb szörnyetek. Soha nem tudhatjuk, mikor ébred az emberbe fel a bosszú vagy a féltékenység. Az mind nagyon szép, ha a civilizáltságról és a gátlások levetkőzéséről és a megértésről beszélünk, ám a tönkretett életeket a szavak nem fogják helyrehozni.
a bűntudatérzése közel sincs olyan éles, mint egy kés a hátban. És rengeteg bűncselekmény történik úgy, hogy abból áll, azért áll bosszút, mert megcsalta. És a bosszú az, hogy bosszúból megöli például. Tehát úgy föl, tehát hogy megértsük, az ember különböző hangulatban tudja magát találni. És van olyan hangulat, ami kifejezetten támogatja a gyilkolást. Tehát amikor az ember belekerül egy olyan hangulatba, akkor a gyilkosság is megfordul a fejében. Mondok erre egy kis történetet. 75 éves gyémánt lakodalmat üli a Józsi bácsi meg a Mari néni. És erre már kimegy a riporter, és interjút az öreg házaspárnál, interjút csinál. És akkor megkérdezi Józsi bácsit meg Mari nénit, hogy hát 75 éve élnek együtt, gyönyörű kor. Volt-e, hogy megfordult a fejükben, hogy elválnak? Mind a kettő gondolkodik. Hát az, hogy elválunk, hát az soha nem jutott eszünkbe. De a gyilkosság az igen. Pontosan gondolja csak végig, hogy amikor veszekszik a párjával, akkor sokszor gondolta már azt, hogy megfojtanám most legszívesebb. Jó, tehát mennyire fontos, hogy az ember ezeket tudja, ezeket a boldogsággal kapcsolatos szabályokat, és megtanulja, és képes legyen teremteni önmaga életében és mások számára a boldogságot, de mivel az időnk lejár, ezért most csinálunk 4 óra szünetet, és kezdjük az etika coach képzéssel 4 óra múlva, amihez vagy amire fel tudnak csatlakozni mindenkinek, aki jogosultsága van, illetve olyan személlyel veszi igénybe magát a kócsképzést, akinek szintén jogosultsága van. Úgyhogy köszönöm szépen a figyelmüket, várjuk önöket a rendezvényeinkre, további szép estét és jó tanulást, viszontlátásra! Köszönjük.